Mi történik a családommal? Miért van mindez? Hova jutok így? Hogy leszek túl mindezen? Csak úgy kavarogtak a kérdések Amy fejében. Szülei különváltak, és 8 évesen nem értette, miért kell apjának elmennie. Nehéz volt látni a tőlünk különálló életét. Dühös voltam, és nagyon akartam a figyelmét, de nem kaptam meg. Úgy éreztem, láthatatlan vagyok a számára. Amy úgy érezte, ha idősebbekkel lóg, csillapíthatja a fájdalmát. Körülbelül 8 éves korom körül elkezdtem kísérletezni az alkohollal. Akkor ittam először erőset, likőrt egy barátoméknál. Nem akartam többé fájdalmat érezni, ahogy azelőtt mindig. Azt akartam, hogy elmúljon. Amy fiús kislány volt. A gimiben kiemelkedően kosárlabdázott. Arról álmodott, hogy egy egyetemi csapatban játszhat, de soha nem érezte, hogy be tud illeszkedni a többi lány közé. Egyszerűen nem tudtam olyan csajos lenni, mint a barátnőim. Egy fiú sem fog úgy kedvelni, mint ahogy a barátnőimet. Közben a szülei kibékültek, és másik városba költöztek, ahol Aminek új barátai lettek. Szeretett bulizni, és ez az életstílus végül elfogadottá tette őt. 16 évesen megismertem a homoszexuális életmódot a kosárlabdán keresztül. Nem éreztem úgy nők iránt, vagy nem néztem meg a nőket. Semmi ilyesmi. Csak arról szólt az egész, hogy mi tiszteljük egymást. De amikor jobban beleláttam, teljesen átadtam magam ennek az életmódnak. Amy idővel elkezdett az egyik barátnőjével járni. Egyre mélyebb lett a kapcsolat. Úgy éreztem, le tudnék élni egy életet vele. Összeházasodhatunk, és gyerekeink is lehetnek. Annyira igyekeztem, hogy családom legyen. Amikor Amy szülei rájöttek erre, keresztényként tudták, hogy lányuk veszélyes úton halad, és felszólították, hogy hagyjon fel ezzel az életmóddal. Amy elsápadt. Ezen a ponton lázadni kezdtem, innentől semmi nem érdekelt már. Amy kibukott a gimiből, és egy drogdiller ismerőshöz költözött. Egész idő alatt vádoltak a gondolataim, bejött a bűntudat, a kárhoztatás is, hogy én nem tudok megváltozni, hogy elszúrtam, nem megyek egyetemre. Sosem válik valóra az álmom, hogy egyetemi csapatban játszhassak. Nézd meg magad, egy csőtömeg vagy! Mindez egyre mélyebbre taszított. Amy nem használt kemény drogokat, de azt gondolta, az amfetaminok elnyomhatják a fájdalmát. Azonnal függő lett. Több hónapon át próbált leszokni, de nem tudott. Volt egy éjszaka, amikor már napok óta fönn voltam. Nem tudtam aludni. Magzati pózban feküdtem a kanapén, és elkezdtem énekelni, hogy Jézus szeret engem. Ahogy énekeltem ezt a dalt, amit kiskoromban tanultam, megtörtem. Abban a pillanatban Istenhez kiáltottam, Istenem, ha segítesz nekem, ha megszabadítasz ebből, szolgálni foglak. Aztán elaludtam. Arra ébredtem, hogy a barátom dörömböl az ajtón. Megkértem, hogy vigyen el a szüleimhez. Anyu kinyitotta az ajtót, persze meg volt lepődve, én meg gyakorlatilag összeestem, és csak annyit tudtam mondani, hogy nagyon fáradt vagyok. A szülei imádkoztak vele, és Amy átadta az életét Krisztusnak. Valami megváltozott. Nem csak a drogfüggés tűnt el, a fájdalmat, az elutasítottságot, a szégyent, az önsajnálatot is elvette, és betöltött szeretettel, örömmel és békességgel, de ez csak a gyógyulás kezdete volt. Mint mondja, a függőség elillant, és idővel Isten segített neki a homoszexuális életmódtól is elfordulni. Ez a fajta vágy megszűnt. Már nem vágytam rá. Amy már nem aggódik a beilleszkedés miatt, mert tudja, hogy Krisztus elfogadja őt. Boldogan végzi a misszionáriusi munkát számos országban, és írt egy könyvet is az életéről, Tékozló lány címmel. Minden önsajnálat és rossz gondolkodásmód szétfoszlott. Egyik a másik után elmúlt, egyszerűen elmúlt. Ma már úgy élek, hogy tudom, szeretett lény vagyok, bármi is történjen.
Isten szeretett gyermeke vagyok.